A Yaris is Japán első számú motorolaját, a Zeneost használja. Szerényen vannak. Na szóval, driver declaration, ami, hát ha jól értem, egy felelősségvállalás indított is, mert úgy nem tudom, hogy miért kéne megadnom a hitelkártya számomat, ami amúgy nincs is, hanem van kártya számot. Mindegy, ez ugye a szokott eljárás, kitöltjük, és akkor ezzel követik nyomon, hogy ki tulajdonképpen kivezeti az autókat, és ki mit csinál az autókkal. Hogy mondjam, pár száz ilyenen túl vagyok, de azért még mindig gombózom a torkomban, amikor alá kell írni, hogy 10% kaszkol rész. Nem tudom mennyi, valószínűleg annyi. Kicsit olaszos a rendezvény, egy kicsit elálltunk itt pár utat, és nem tudja ki, hogy kinek milyen autóba kéne ülnie, illetve senki nem tudja, hogy milyen autóba kéne ülnie, de remélhetőleg megoldódik. Ezen a környéken nem nehéz mindenféle Ferrari-ba botlani. Ott van például az egyik kedvencem, egy GTC Quattro Lusso. Én ennek az elődjét vezettem, az FF-et, ami az egyik legjobb autós élményem valaha. És ebben a sátorban pedig bérelhető autók vannak, például ez a Portofino M. És, hogy nehogy beléjük álljon a gazdasági és versenyhivatal, bérelhető még egy Huracán Performante is, Lamborghini, a szomszéd cég. Mert hát azért nyilván rivalizálásról van szó, meg hát tudjuk, milyen szenvedélyesek az olaszok, ez a Ferrari-Lamborghini vita, ez valószínűleg olyan, mint a foci, vagy az étel, nem tudom, tehát hogy egy vallási kérdés, de hiába Volkswagen tulajdon, azért csak az ő kutyájuk Kölke nagyon hasonló szellemiségű autó, nagyon hasonló érzékekre hat. Én most már nagyon kipróbálnék egy középmotoros Ferrari-t, mert az ormotoros után el tudom képzelni, hogy földön túlja jó lehet. Vannak annak kevésbé szép történelmi hagyományai, amikor a németek összeállnak az olaszokkal. Ki ne emlékezne a II. Világháború végén a Szalói köztársaságra, de szerintem az pont a fordítottja, amikor te a 911 GT3-addal eljössz a Ferrari Múzeumba. És ez itt ugye egy 991.2, tehát a ráncfelvarrott, de már kifutott GT3-as, amit állítólag azért hívnak pont 2-nek, mert pont kétszer jobb, mint a gyártás elejé változatok, kéziváltós, sárga cérnával megvarva, bent van a krómolibdéncső és a drágábbik ülések. Ez egy úgynevezett tisztességes autó. Hát, szép és jó az a Ferrari, nagyon frankó a Lamborghini, de ezt kell hazavinni. Azt azért tudni kell erről a sajtóútról, hogy ez nem egy hagyományos értelemben vett sajtóút, nem egy autógyártó szervezte, hanem az Eneos csatornánk egyik fő támogatója. És mindenféle autós élményekben leszünk részünk, de első körben megyünk egy kört a Ferrari Múzeumban. Ez itt most egy gyorsvágat, tehát egy kis ízelítő, viszont elérhető lesz a csatornán egy külön nagy tartalmas anyag, ami csak a múzeumról szól, hogyha a múzeum is úgy akarja. Cserélgetni fogjuk az autókat, ha minden jól megy, én egy GT4-es. Jó, mert ilyet alapvetően még nem vezettem. De ami igazán érdekel, az a szomszéd autó, mert így van belőle kéziváltó. És az meg végképp kimaradt. Kicsit félrecsúszott a matek, úgyhogy a GT4-ből egy előző GT3-es lett. Túlélhető. Ez se volt meg még, legalább most ez is meg lesz. Milyen a világ legjobb sportautójával menni 42-vel? Tele vagyok adrenalinnal. Ó. Még mindig remeg a kezem. Remélem állítottál csillapítást, mert függetlenül tudod a ki- és berugózást állítani, valamint az aerodinamikát. Előtte, ugye voltam már itt egy párszor, felmértem az utat, az, hogy milyenek a kátyok, meg minden, úgyhogy
azt hiszem, hogy jól behangoltam. Meg a gumiválasztás nagyon jó, hogy ilyen médium gumiről toltam. Elértünk egy sofőrcserepontra, ez itt a Ratikósza hágó. 968 méteren vagyunk, olyan is az időjárás, így pólóban azért kicsit sípős. Motoros paradicsom a hely, de hát kilepődik meg ezen Olaszországban. Leginkább azt az arcot irigyem, aki a Lotus Elise-el érkezett, mert hát azért ennyire szűk szerpentinekre az való. Azt nézem, hogy ez talán már egy Series 2-es autó, tehát valószínűleg már a Toyota motoros, nem a Rover motoros. De azért mi sem tudunk panaszkodni, mert most visszaülünk a Porsche-ba, és autót kell cserélnünk. Hát elhagyjuk a 991.2 GT3-at, és átülünk valami másba, hogy 40-re megyünk. Nehéz úgy megnyilatkozni a GT4-esről, ami a magapató talán legizgalmasabb Porsche, hogy megint ilyen 40-45-tel csorgunk a serpentineken, de úgy látszik már ezt dobta a gép. Azt mindenképpen érezni, hogy egy pokoli kemény autó. Nagyon-nagyon kemény, nagyon merev a ketrec. Ugye ezeket a kasznikat úgy találják ki, hogy kellően merevnek kell lenniük ahhoz, hogy Boxstert vagy Spider-t csináljanak belőlük. Aztán, hogyha hegesztenek rá egy tetőelemezt, akkor az nyilván még hozzáad az egésznek a torziós merevségéhez. Itt már viszonylag komoly aerodinamika is van, bár nem olyan komoly, mint az előttünk uruló GT3-eresen, de azért komoly. Tehát megnő a leszorító erő, hogyha elkezdjük rügyezni, emiatt még keményebb rugók kellenek alá, mint a GT4-es alatt vannak, pusztán csak azért, hogy ellentartson a leszorító erőnek, amikor az megnövekszik. Szóval tényleg ezzel a tempóval haladni ezen az úton, az felér egy kínzással. Nagyon komoly mechanikai hangja van annak az autónak, ugye ez egy vejszakcsomagos változat, kipakoltak belőle szerintem nagyjából minden elengedhetetlen. Minden olyan zajszigetelést kivettek belőle, ami egy kicsit is elengedhető, és emiatt a motornak az összes zöreje, a váltónak, a dupla kuplungos váltónak a felpörgő és visszalassuló szinkrongyűrői, a csattogó aktuátorai mind behallatszanak, hiszen minden itt van a hátunk mögött, és itt nincs üveg. Ez itt a motor intake plénumjának, tehát a szívó dobozának a teteje, amit kocogtatok. Mellesleg, ha lehúznám az ablakot, de le se kell húzni, nagyjából 30 centire a fülem mögött vesz levegőt. Nagyon őszinte, nagyon gépi az élmény. Előbb egy kicsit felpörgettük, mert volt egy előzés, hát ugye ennek is 9000-nél van vége, tehát ezért ez egy 4 literes szívó benzinmotor. 500 lóerővel, ami elmegy 9000-ig, az felfoghatatlanul sok. Nagyon-nagyon sok. Csak egy GT Porsche tud olyan lenni, mint egy GT Porsche. Ennek a motornak 9 darab pillangó szerepe van. Hengerenként egy, tehát 6 közvetlen a hengereken, és még 3 a szívódobozban, hogy tudjanak játszani a vákummal, meg a besüvítő levegőnek a torló nyomásával, létrehozva egyfajta passzív feltöltést. És amikor az ember így, ez a gázreakció. Figyeld! Ez elképzelhetetlen. Ennél tovább benzinmotorral nem valószínű, hogy jutunk majd, hiszen nem lesz több benzinmotoros belőle. Kimondhatjuk, hogy ez a csúcs, és azt hiszem azt is kimondhatjuk, hogy Stuttgart a csúcson hagyja abba ezt a műfajt. Nyilván a GT3-eresben, a 911 GT3-eresben, amíg benzin van a Földön, abban valamilyen formában benzinmotor lesz. De a GT4-nek így, ahogy ma ismerjük, a GT4-eresnek ez a vége. És ez egy csodálatos vég szó. Ez itt San Gimignano, amit úgy is hívtak, hogy az ókor Manhattanje, mert a város fénykorában 72 toronyát meglehetősen kis területen várfalakkal körülvéve. A tornyoknak amúgy két oka is volt, az egyik a védekezés, nyilván amikor ellenség támadta a környéket, akkor be lehetett menekülni ezekbe a várakba. A másik pedig a presztízs, hogy simán akinek több pénze volt, az magasabb tornyokat tudott építeni. Ennek aztán az egyik kormányzó vetett véget, aki hozott egy szabályozást, miszerint őnála senki sem építhet magasabb tornyot. Ebből a 72 toronyból mára mellesleg mindössze 12 áll, de ettől függetlenül hamisítatlan toszkán kisváros hangulata van. El tudom képzelni a négyzetméter árakat, meg hogy valószínűleg még ahhoz is engedélyt kell kérni a műemlékvédelmi hatóságtól, hogy beverj egy szöget a falba. Nyilván utánozhatatlan a hangulata, tehát egyszerre csendes, mégis zajos, olyan igazi olasz. Amúgy település itt már időszámításunk előtt a
harmadik században is volt egy etrusz település, aztán ennek a romjaira épült rá az a város, amit ma Szent Geminianusnak ismerünk. Szent Geminius püspökről kapta mellesleg a nevét, aki a hagyomány szerint a 10. században megvédte a területet Attila hunjaitól. Na, itt is van magyar szál. Már amennyiben tényleg van kapcsolódás köztünk és Attila között. Egy időben amúgy a régió központja is volt, még nem aztán 1348-ban a pesti járvány végleg lerendezte a területet, és átkerült néhány évvel később a központ Firenzébe. A legtöbb dél-európai sajtóúton a helyiek szeretnek villogni azzal, hogy milyen remek borokat készítenek. Úgyhogy nem tudom megállni azt, hogy most ne osszak meg veletek mindent, amit tudok a borokról. Például, hogyha idejövünk ehhez a polchoz, akkor itt látszanak úgynevezett vörös borok. Ez azért van, mert vörös a színük. És ezek az úgynevezett parafadugók. Azért hívják így őket, mert félelmetes és fából készül. És most pedig lenyomok nektek egy professzionális borkóstolást. Aki figyelt az előző blogban, annak valószínűleg feltűnő már, hogy ez egy úgynevezett vörös bor. Autós rendezvényre borkóstolást szervezni betétprogramnak furcsa ötletnek tűnhet, de állítólag Olaszországban két pohárig rendben vagy. Spoiler, én ennek ellenére sem fogom meginni, csak megíznám. Igen. Van egy jó erős savas lecsengése. Érezni a tanninokat, és igen, a szőlőtökét lepisírt egy kutya. Talán Stafford sírveszti keverék? Igen, és szegény egy kicsit ki volt száradva. Ez továbbra sem az én műfajom, úgy érzem. 1600 euró egy üveg. Nagyon jó ezt a két autót egymás mellett látni, mert ez itt egy 991-es, tehát már nem gyártott, kifutott, az pedig az éppen aktuális 992-es GT3 RS. A két autónak ugyanaz a feladata. Mind a kettő tényleg versenyszériás homológ autó, ugye GT3-as géposztály, tehát szívó motor. Itt 500 lóerővel, ott egy egész picivel többel, 520 párral. De ami a legmarkánsabb különbség a kettő között, az az aerodinamika. Ez az autó nagyjából ilyen 460 kg leszorító erőt tud termelni teljes terhelésen, míg az valamivel több mint 900-at. 900 kg leszorító erőt, mert látszik az, hogy a 4 literes szívó boxer az nagyjából így 500 lóerőig reszelhető, hogyha ezzel az autóval érdemben gyorsulni akarsz, akkor már csak úgy teheted meg, hogyha rámész az aerodinamikára. Ez az egyik legfontosabb különbség a kettő között. Viszont ekkora aerodinamikai elemek már komolyan lefaragnák a végsebességet, le is faragják ez az autó, ez lassabb, mint a GT3, de hogy minimalizálják ezt a hatást, van benne DRS, ugyanis ez egy aktív aerodinamikai elem, tehát amikor nyerezed az egyenest, akkor lecsukják, hogy a lehető legkevésbé akadályozza az autót, amikor pedig jön a féktáv, meg a kanyar, akkor felnyitják, hogy nyomja le az autó seggét. Ennek a 900 kilónyi leszorító erőnek bő kétharmada mellesleg itt keletkezik meg a hátsó szárnyon. Ugye ott is van hátsó szárny, de az egy fix szárny, nem tud ennyire radikális lenni, mert meg kellett hozni ezt a kompromisszumot, egyszerűen még nem volt aktív aeroelem az autón. Ha megnézitek, szintén nagyon komoly különbség, hogy itt ugyan van egy kopoltyúsor, de ennyi. Viszont itt teljesen szétvágták, amennyire csak a törvényi meghagyások egy utcai autónál engedik, annyira szétvágták az első kerék körüli elemeket. Erre azért van szükség, mert ennek az autónak ugye már kettős keresztlengőkaros futóműve van, míg ennek itt hagyományos McPherson. És a kettős keresztlengőkaros futóműnek úgy formázták meg a futómű elemeit, szárnyra emlékeztessenek, és csak ezzel 40 kg leszorító erőt tudnak termelni. Viszont, hogy ez a 40 kg leszorító erő megkeletkezhessen, ott elől szintén aktív zárható aerodinamikai elemek vannak, valamint itt ki tud lépni a levegő, és le tudja nyomni az autó orrát. És hogyha már szárnyak, még egy fontos változtatás, hogy ez itt egy hagyományos, alulról megtámasztott szárny. Ez az esetek nagy többségében egy tök jó megoldás, csak az a baj, hogy
a szárnyaknak a hasznos térfogata az valójában itt van alul. Tehát az számít, ami itt történik, mert itt keletkezik a kis nyomású légtér, és ez az, ami leszippantja az úthoz ezt az egész deszkát és a rögzítés révén a kasznit. Na de, hogyha alulról kötöd be, akkor hasznos légtérfogatot veszel el innen alulról, ezért a GT3-ason és a GT3-RS-en már, tehát a passzív és az aktív szárny is a két modellen, mind a kettő fölülről megfogatott úgynevezett hattyúnyak, swan-neck megoldás, ezért itt alul, ahol tényleg számít az, hogy mi történik a kisnyomású légtérrel, ez szabadon marad. És itt most már tényleg akkora leszorító erő épül, hogy ezt nem lehetett közvetlenül a karosszériába bekötni, ezt a kompozit elemet, hanem itt a motor fölött, ugye ez egy, még mindig egy farmotoros autó, bár már elég előre tolták, a motor fölött van egy komoly szénszálas bölcső, és abba ül bele a szárny maga. És ebben a bölcsőben van mellesleg a hidraulika pumpa, meg a szelepvezérlés, amivel az aktív aerodinamikai elemnek a mozgását szabályozzák. Ezek azok a dolgok, aminek a működéséből közúton érzésre semmit nem veszünk észre. Csodálatos dolgok a nagy GT modellek, de én azokhoz sosem fogok felnőni. Ahhoz, hogy egy olyan autót ki tudjak autózni, ahhoz már nagyjából 4 éves korom óta vezetnem kéne versenypályán. De itt van egy GT4 a GT4-RS mellett, és itt megint meg lehet mutatni, hogy az RS-en hatalmas swan-neck szárny van, központi anyáskerék van, irgalmatlan masszív légbeömlők vannak, légkilépők vannak a sárvédőn és hasonlók. Ezzel szemben a mezei GT4-esen ezek mind hiányoznak. Szolid a szárny, 5 csavaros a kerék, és azért ez sem lassú autó. Ott a 4 literes szívómotor 500 lóerős, itt a 4 literes szívómotor 420 lóerős. De ennek az autónak egész véletlen taktikai jelleggel nálam van a kulcsa, és megmutatom a legfontosabb részletet. Bizony, az ott egy 7-sebességes kéziváltó. Elnézést. Az ott egy 6-sebességes kéziváltó. Azért volt a nyelvbotlás, mert a nem GT modellekbe használnak 7-gangos kézit is a Porsche-nél, vagyis hát eddig a 991 frissítése előtt használtak, most már kivezetik, de ebben az autóban itt van a 6-os kézi. És nyilván pokoli gyors, nagyon feszes, nagyon kemény, túlmutat az utcai autó 90%-en. Nem vezettem még ilyet, csak az RS modellt vezettem, de hogyha tippelnem kéne, ezzel lehet egy jót autózni egy átlagos képességű sofőrnek, vagy hát nem egy átlagos képességű sofőrnek, ez már mindenképpen sok. Ebben egy kicsit azt érzed, hogy élsz, mert a másik az el akar pusztítani. Ezen a rendezvényen is sikerült megtalálni az automat, ez a Cayman GT4. 4 literes szívómotorral, 420 lóerővel és indokolt számú pedállal, ami a 3. Összehasonlíthatatlanul gyorsabb a PDK, és versenypályán is valószínűleg összehasonlíthatatlanul gyorsabban tudnék vele menni, de nem akarok gyorsan menni, élvezni akarom, és ezt a váltót, ezt nagyon lehet élvezni. Természetesen autoblippes, tehát visszateszem egy fokozatot, akkor hozzáigazítja gázfröccsel a fordulathoz, hogy ne bakkecskézzen az ember, meg hogy ne csúszom meg a hátsó kerék, de ezt a blippet ki lehet kapcsolni egy gomnyomással, és utána az ember a sarkával intézheti a dolgot. Ez egy remek autó, még rugózik, még halk, már amennyire egy ilyen autó halk tud lenni, de közben meg egy zseniális sportautó, és hogy ezzel nagyon szívesen mennék nagyon messzire. Persze, a pornó faktora a GT4 RS-nek sokkal nagyobb, akkor sokkal több olyan dolog van, amire az ember így fel tud izgulni, akár a teljesítmény, a hang, hogy ebben 8000-nél a piros zóna kezdődik, abban 9-nél van a tiltás, és még sok hasonló. De valahogy az ember közelisége, hogy ez még egy kiautózható teljesítményt ad, meg kell adja a GT4-et. Vezettem ennek az autónak a 2 literes turbós változatát szintén kéziváltóval, igazából az is csodálatos. Ez a platform, kezdem azt érezni, hogy a kis középmotoros Porsche nekem lassacskán jobban bejön, mint a 911. Mert az az ikon, de valahogy ebben így jobban érzem magam, főleg, hogyha nincs teteje.
Egy olasz közmondás szerint, aki szarvasgombát fogyaszt, az nem érhet erkölcsös és tiszta életet. Úgy látszik, ezzel ebben a boltban nem foglalkoznak, ugyanis ez egy szarvasgomba tematikájú bolt, lehet kapni nyilván szarvasgombát is, meg mindenféle belőle készített készítményt. Na de, nem is ez a lényeg. Kétféle ember létezik, aki imádja, meg aki utálja, köztes megoldás nincs. Én talán inkább szeretem, ilyen tök érdekes íze van, ugye ezt kvázi fűszerként alkalmazzák, egy kicsit emlékeztet a fokhagymára, és pokoli drága. Nyilván itt Dél-Európában van ennek kultúrája, hiszen itt terem meg, és pár éve volt egy árverés, ahol egy 936 grammos darabért 105 ezer eurót fizettek egy ilyen fehér szarvas gomba darabért. Amúgy a középkorban nyilván azért szerették, mert hát ajzószernek tartották, és állítólag a hím szarvas a párzási időszak előtt kitúrja az erdőtalajból, megeszi, és ettől aztán rendkívül megkívánja a nőstény szarvasokat. Gondolom, ezért hívják szarvasgombának. Akárhogy is, érdemes megkóstolni, mert vagy soha többé nem akarsz majd enni belőle, vagy irgalmatlan pénzeket fogsz arra költeni, hogy szarvasgombát ehess. A következő még inkább festői, de leginkább történelmi városunk, Siena. Tényleg csúcs, még szűkebb sikátorok, még magasabb tornyok. A monda szerint Sinius és Asius alapította, ők ugye Rémusznak a fiai. Na most Rémus nem a sporti fogós csávó, hanem Romulussal, ugye ők alapították Rómát. Ezért visszatérő elem Sienában a farkas, amelyik éppen szoptatja Romuluszt és Rémuszt, erre ugye emlékezhettek általános iskolából. Na most a legenda szerint Sinius és Asius megölte apjukat, ezért el kellett hagyniuk Rómát, és a legenda szerint nyilván egy fekete és egy fehér lovon lovagoltak be erre a területre, ezért szintén visszatérő elem a két ló, ez a város címerében is látszik. Nagyon festői, nagyon érdekes, nyilván az UNESCO világörökség része, emiatt egy picit talán kilúgozott, és az ember azt érezheti, hogyha egy ilyenben járt itt Toszkánában, akkor járt az összesben, de a főtér és a dóm azért eléggé rendben van, hát nem hiába ez a régió legnépszerűbb, turisztikai szempontból legnépszerűbb gótikus városa. Tényleg megvan a hangulata. Csak hát ilyet nem láttunk. És ami szintén érdekes, hogy ez geológiailag egy elég szerencsétlen helyen lévő város, nem nagyon jó a vízellátása, úgyhogy ezen dolgozni kellett az évszázadok alatt. Mostanra 27 kilométernyi vezeték, alagút, járat van a város alatt, ami a vízellátást segíti, ugye egy része ilyen akvadukt, és ezeknek egy része még a mai napig is működik. Ha életedben csak egyetlen képet láttál Toszkánáról, az valószínűleg ez volt a Viale del Cipressi, azaz a ciprusok sugárútja. Ugye itt ciprusokkal körbeütették az uradalomhoz bevezető utat, és tényleg minden képeslapnak ez a fő témája, de azért az egészet körülvevő táj sem semmi. Tényleg Toszkán egy olyan része Olaszországnak, Észak-Olaszországnak, amit egyszer látni kell. És még a kaja is jó.